Sziasztok! Meghoztuk hát nektek a Genshin hasonlás versenyt. Sajnos itt nem lehet primót szedni. Így van. Pedig a legutóbbi Fantasy Expo-ra esett a legutolsó, az akkori livestream, és akkor viszont napközben jöttek ki a primókódok. Ugye, ahogy a neve is mondja, Genshin hasonlás versenyünk lesz most. Itt erre lehetett vásárolt ruhákkal és saját készítésű ruhákkal is nevezni. Itt azt a versenyzőt keressük, aki a legjobban hasonlít és a legjobban tudja hozni az adott karaktert. És hát ugye itt is van egy plusz zsűritagunk, ugye száll be. Itt van Mia? Itt van. Akkor még gyorsan őt felkérjük. Akkor mind a három zsűritagunkat felkérjük a színpadra, mert ugye egy kicsit változik a zsűri összetétele. Persze. Mert hát ugye a craft és a perf zsűrink, ugye nem mindenki játszik, úgyhogy... Úgyhogy erre a versenyre kicsit megvariáltuk a zsűritagokat. Elsőként Miau érkezik. Miau, igen. Aki egyébként annak idején... Shanglingünk. Mindenbe kicsit belelóg, egy kicsit ugye cosplaybe is, ugye az artba is, rajzokba is, és ugye hát ő is nagy Genshin játékos. Igen. Tapsot kérünk neki. És hát itt van mellettünk, melyik nevét használjuk. Ugye kis, egyébként legifjabb staff tagunk, ugye? Igen, hát így van, aki egyébként nagy-nagy Genshin játékos. Igen. Ő csinálta mindig a Genshin questjeimet, amikor én nyaralni voltam. Bérmunkás. Az én karaktereimet is jól ismeri, nem csak a sajátjait. Úgyhogy szinte nagy tapsot kérnék szépen neki is. Ő Tamarának. Is. Igen, Tamarának. És hát itt maradt velünk Pallagi úr, Telperion cosplay. Jó. Így van, aki ugye... Craft, perf, minden, és akkor most még Genshin is. Így van. Belefér. Köszönjük szépen, ők lesznek itt velünk a mai napon a zsűri. Igyekeztünk olyanokat összevágni. Azért is variáltuk meg a zsűri tagokat, hogy ugyebár az előző zsűrink az nagyon jártas craft és perfben, de most ugye itt a Genshin karaktereket jól ismerőkre is ugye nagy szükségünk lesz. Elhagytam valamit? Merje. Nem tudom, itt vannak zsinórok, vannak is pénz. Money. Mora? Nem. Nem, flitter. De olyan szépen csillogott. Akkor jó, kezdjük tehát. Kezdjük akkor az első karakterünkkel, ami rögtön egy érdekesebb karakter, ugyanis nem játszható karakter, hanem egy enemy, egy ellenfél. Enemy NPC. Így van, és ugye mindig is imádtuk a mage-eket és a shieldjeiket, meg a pajzsaikat, és ez itt most egy Cryo Abyss Mage, a színpadon pedig Infi Titan 1-es sorszámmal. Akkor nyomjad az eredj, pusztatok, spitatok. És mondjuk mindig olyan kis boldogok az elején, mielőtt odaérsz. Aztán egyszer odaérsz, és akkor utána vége van. Vagy nem. Kettes sorszámú versenyzőn következik. Az egyik legjobb support a mai napig is a játékban. Az igen. Egyik legjobb healer, support, booster. Na, jó. Egy nem túl szerencsés fiú, ezért olyan olykor még meg is sebesül, de ennek ellenére is megy és keresi a kalandot, és persze a bal szerencsét. Kettes sorszámmal Farkas Zsófi, Okami-chan, Bennett. Bokin da bokin, 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 bok
A következő karakterünk a mai napig az egyik legjobb healer a játékban, és egyébként egész odáig, amíg őt meg nem kaptam, addig csak csicsit használtam, úgyhogy tök boldog voltam, akkor végre szegény csicsit le lehetett cserélni. Hidroelement. Igen, Sumeruba át, Inazumába át kaptatunk, igen. Kokomi Travellerre tartott Fontaine-be, és most végre otthon érezheti magát a víz alatti világban. Hármas sorszámú versenyzőnk, Sidoni, Sangonomi, a Kokomi. Legend has it that our ancestors lived in a palace in the depths of the ocean, and that the god Orobashi brought us to the surface. I've often wondered, wouldn't a palace like that be too dark? Every time I think about it, I start to really appreciate the light. Négyes sorszámú versenyzőn következik, és most egy kicsikét átmegyünk Sumeruba, ott is a dendro element következik. Az egyik legerősebb dendro karakter, szerintem. Igen? Nem tudom, szerintem? Én annyira nem húztam a dendro karaktereket. Nekem a csapatom folyamatos tagja. Én Inazumánál megálltam. Tehát, négyes sorszámú versenyzőnk. Nahida a dendro arkon, ki a világot csak az álmaink keresztül látja. Az álmok csodások, és a születésnapján különösen szépek. Ám miután felébred, rájön, hogy még mindig egy kalitkában él. Remiu Nahida. When I woke up, I was riding in a flower carriage. I just had a dream. I dreamed it was my birthday. In the dream, the Knight of Flowers and his retainers found me. Oh, Archon, we finally found you. The people can't wait to meet you. The Sub-Zero's festival began, and everyone smiled as they gathered around me. Finally, I got back on the carriage and waved goodbye. When I woke up, I was riding in a flower carriage. It was my birthday. Csipszörmester. Az ötös versenyzőnk a sajnos kiesett, úgyhogy a hatos sorszámúval fogjuk folytatni. Egy picit visszamegyünk Inazumába, és ugye a Geo element következik, aki egyébként egy good boy. Ugye a kis kedvenc kis kutyuskáink. Igen, a kedvenc kutyusunk, a legjobb boy. Igen, legjobb boy. Garu Watatsumi sziget katonaságának kiváló tábornoka, akit beosztottjai nagyon szeretnek. Így most eljött, hogy megmutassa nektek is magát. A színpadon hatos sorszámmal Enami, mint Goru. General Goru of the Watatsumi Island Resistance ready and waiting. I've long heard of your sterling reputation, and I look forward to fighting our way to victory side by side. Child, you would wait. Watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. You lay
awaken at a scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are. Into a fetal position and hug your fluffy tail tight as you go off to sleep. How do you know? Don't be ridiculous. I'm a high-ranking general of Watatsumi Island. How could I do such a thing? Hetes sorszámú versenyzőnk. Jön egy kis Cryo, de ezúttal játszható karakter. Ja, nem, Liyue. Liyue, így van, Liyue. És... igen, ezzel már is árultuk. Sőt, igazán ebből már látszik talán, hogy melyik lesz karakter ő. Lehet. Kokogót. Kokogót, igen. Tehát Ganyu a Liyue Quixing egyetlen vezetőjének sem a titkára, hanem az egész szervezet főtitkára. Gyengét külseje alatt Ganyu olyan kitartó, mint maga a kő. Munkája határain kívül nagyon gyorsan megmutatja, mennyire különbözik a legtöbb embertől. Szokása a délutáni alvás is, és megdöbbentően pontos belső órájával. Amikor elérkezik az ebédidő, nem számít, hol van, egyszerűen labdába gömbölyödik, és ott helyben elalszik. Még a hélicsorlok harsány tánca sem fogja felébreszteni. A színpadon Larissa, mint Ganyu. Flour, so called because of its high sugar content. As a food, it's not the healthiest option, but feasting my eyes on it works wonders for my mood. So, I cannot permit you to trample these flowers. Born of ice and frost. Azért is megérdemli a tapsot, mert ez egy saját készítésű cosplay. És hát, megyünk a 8-as sorszámú versenyzőnkre, az egyik kedvenc karakterem, Geodaddy. A Geodaddy. Nekem nincs ide, semmi sem írva, úgyhogy... Jó, hát akkor... Akarsz még róla beszélni? Beszélhetünk róla. Beszéljünk. Zsombiról bármikor beszélhetünk bármennyit, bármilyen hosszan. De igazándiból ugye, aki sokat genshinezik, az tudja, hogy... Körülbelül úgy szokott kinézni a dolog, hogyha nem vagy annyira ügyes mondjuk abban, hogy kitérjél erre-arra, és általában odamész a szörnyekhez, és így beléd rúgnak, és te inkább visszabújsz zsonglinak a pajzsába. Na, én körülbelül így szoktam játszani. Igen. Kapok pajzs, kettő pofont, és igen. Előhúzzok zsonglit és a pajzsát. Tehát neked a magas, hosszú hajú fiúk jönnek be? Erről ne itt beszéljünk. Tehát 8-as sorszámmal érkezik Zsongli Nobody Cosplay Works. For a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, it's no problem at all. Have you heard of the origins of the Lantern Rite? In a war long ago, the people of Liyue would release lanterns to remind their soldiers of the way home and to never lose sight of themselves. Though, in this day and age, I doubt there are any that remember. Look! Oh. Like the treasure hoarders were after. Let's teach him a lesson. Take a rest. Leave it to me. Párolgott, mint a mora.
Elment, igen. 9-es sorszámú versenyzőn következik, aki egyébként amíg még kezdőjátékos voltam, és csak Mondstadtban rohangáltam, és nem jött Zsongli az életembe, a csapatomba, addig Kéját szerettem nagyon. Már kiépíteni nem építettem ki, de igazából mai napig. El lehetett vele szórakozni. Így van. Tehát utolsó fellépőn következik, 9-es sorszámmal, Kaya Dark Profobus. Kaya, Knight of Favonius. Drink at the tavern, or you miss out on half the fun. Komoly szurkoló tábor van itt az első sorban. Meg szeretném kérdezni, hogy ez hány szaloncukrot ér? Én azt szeretném megtudni, hogy hol kell belépni a fanklubba. Majd elkérjük. Telefonszámot, vagy fanklub elérhetőséget ne felejts el hagyni, a közönség kérjük. Vagy egy barátomnak kell. Vagy a szurkolóktól megkérdezzük. Egy barátom kérdezi, hol kell belépni a klubba. Az. Akkor ő volt az utolsó versenyző, ugye? Tehát szeretnénk a versenyzőket még egyszer felhívni ide a színpadra. Egy közös képre. Egy nagy közös képre. És egy nagy tapsot kérnünk szépen neki. Most lehet sikítani a kedvencetekért. Kicsit előrébb, nem? Mindig gyertek, elbújtok. Gyertek, előrébb, nem bánt senki, gyertek. Mindig elbújtok gyertek, hátul. Gyertek. Előre. Úgy. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Egy nagy tapsot kérnék szépen még egyszer. És háromra mindenki bekiabálhatja a kedvence nevét, jó? Egy, kettő, három! Volt itt minden. Volt itt minden. A bogaras fiú. És közben addig elmondom, amik a fotók készülnek, hogy lesz egy K-pop bemutatónk. Tehát lesz ezután egy K-pop bemutatónk, és illetve akit érdekel, utána egy előadásom fog indulni a külföldi rendezvényekről, ahol ugye idén jártam, lesz benne, cosplay lesz benne. Hol mindenféle... nem tévedtél el? Igen, hol tévedtem el és hol nem. Tehát akit érdekel, a K-pop bemutató után szeretettel várok mindenkit az előadásra, 16:20-kor. És köszönjük szépen még egyszer a versenyzőinknek.